Üdvözlet mindenkinek, 2023. március 24-én ez a dolgok állása az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal meg fogjuk nézni, hogy hol is tart a világ az átalakulásban, melyről George Orwell 1984-ben már írt, illetve Ados Huxley a Szép új világ című művében. George Orwell persze nem 84-ben írt, hanem az 1984 című művében, de már 48-ban megírta ezt, vagy 43-ban azt hiszem. Ami számunkra fontos, az az, hogy mintegy 60 évvel ezelőtt már azok, akik uralják és irányítják ezt a világot, tisztában voltak azzal, hogy mi is az, ami következik. Ezt leírták ezekben a disztópikus művekben, és mi most azt éljük meg. Ennek számtalan jele van azok számára, akik figyelnek. Az egyik az a nyelvünk átalakulása, és ez az átalakulás, olyan gyorsan történik, hogy a többség nem is igen tud lépést tartani ezzel, most már azok sem, akik még a politikailag korrekt mozgalomnak a bal oldalán, illetve a bal szélén találhatók. Hogy ez milyen hatással lesz, illetve van az életünkre, mi a következménye ennek, ezt fogjuk megvizsgálni. Mielőtt nekivágunk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Egy kézenfekvő következménye lesz majd ennek a nyelvváltozásnak a gondolatrendőrség, ami valamilyen szinten ma is működik. Az egyik eszköze ennek az, ahogyan az egyén önmagát cenzúrázza, hisz most már, és persze van pozitív hozadéka ennek, de talán átestünk a ló másik oldalára, szóval mindenkinek át kell gondolnia most már alaposan, hogy mi az, amit mond, bármilyen kicsi hiba ugyanis komoly következményekhez vezethet, még akkor is, ha ezeknek a hibáknak a nagy többsége, az nem szándékos, és nincsen mögötte rossz indulat. De az internet világában minden megmarad örökre, mindent ki lehet ragadni a kontextusból, és fel is használja mind a rendszer, mind pedig azok, akik kellőképpen gonoszok az egyének ellen az ő hibáikat. Ha valaki veszi a fáradtságot, hogy végigolvassa George Orwell 1984 című művét, akkor az rá fog jönni arra, hogy ez a tökéletes terv, ez kidolgozásra került évtizedekkel, de évszázadokkal ezelőtt. Ugyanis a cél mindig az volt, hogy kialakítsanak egy társadalmat, amelyben mindenki ugyanazt gondolja, ugyanazt beszéli, ugyanabban hisz, ugyanazt akarja, ugyanazzal a fizetőeszközzel, ugyanazokkal a vezetőkkel, egy nagy nyáj, a vezető pedig nem más, mint a Bibliából ismert Antikrisztus. Hogyha megvan az embernek a cél, amit szeretne elérni, akkor utána már csak ki kell alakítani azt a tervet, amely elvezeti őket oda. Ez a jól ismert hegeli dialektus, azt hiszem, hogy mindenki hallott már erről innen vagy onnan. A koncepció az relatíve egyszerű, létezik ugyanis ebben egy tézis. Ez a tézis, ez egy új ötlet. Ez az új ötlet kivált egy reakciót majd, ami az antitézis. És a tézis, az új ötlet, valamint az antitézis ennek ellenére kialakuló reakció, illetve az ezt ellenző reakció között létrejön tehát egyfajta ellentét. Szükség van egy megoldásra, és ez a megoldás pedig a szintézis. A szintézis az a kettőnek az összedolgozását jelenti a valóságban. Azzal pedig, hogy kialakul ez a szintézis, létrejön egy új tézis, vagy egy új ötlet, ami aztán megint vezet minket előre egy újabb antitézis, illetve végül a szintézis segítségével. Következésképpen a világot előre lehet hajtani úgy, hogyha tudom, hogy mi az a szintézis, ahova el akarom juttatni az embereket. Hogyha szeretnék egy új világrendet, ahol mindenki, ezt, ezeket a lépéseket követi, amiket leírtam az előbb, akkor csak meg kell találni az oda vezető utat. És mindenki jól teszi, hogyha ezt a saját életében is megkísérli alkalmazni, hiszen ha ezt megpróbálná alkalmazni, akkor könnyebb lenne az életét irányítani. Tudnél, akkor kidolgozná azt, a, hogy mi az, amit szeretnék és az oda vezető úta. Nem pedig csak úgy lenne, hogy a többsége az embereknek, hogy megy előre, aztán lesz, ami lesz, meg ahogy esik, úgy puffan. Nyilván azt tudom, hogy nehéz gondolkodni, hiszen oly sok információ éri az embert, meg oly káros hatások elkezdve az élelmiszertől a sugárzáson át végestelen végig. Ez azonban nem, egyrészt nem jogosít fel minket arra, hogy ne csináljunk semmit, másrészt pedig Senkit nem érdekel, hisz a végeredmény az a többségnek fizikális, spirituális pusztulása lesz. Nem tudok majd újjal mutogatni erre vagy arra, hogy ez vagy az volt az oka. Egyszerűen mindenki saját magáért felel majd a végén. Célszerű tehát elkezdeni a változások a folyamatát ma, ebben a pillanatban, azonnal. Ez az, amiben szeretnék segíteni ebben a videóban. El fogjuk kezdeni a híradóval. Híradó.hu ez 2022. 8. 3-án azt írják, hogy új beszél, dupla gondol, gondolatbűn, Orwell világa átlépte a rögvalóság küszöbét. George Orwell disztópikus szuperállamának nyelvéhez, az emberek megfigyelésére, hit világának szabályozására és a gondolat bűncselekmények üldözésére kitalált új beszélhez hasonlatos az a kommunikációs eszközrendszer, amelyet a jelenlegi amerikai kormányzat és az általa támogatott új ideológiák társadalom mérnökei kényszerítenek az emberekre. Ez az Epoch Times a szerzője írja ezt, de a híradóban erről beszélnek. A magyar híradóban arról van szó, hogy Amerikában már olyan új ideológiákat honosítanak meg, amelyeket társadalom mérnökök kényszerítenek az ember. Mikor társadalom mérnökről beszéltem 5 évvel ezelőtt, akkor még mindenki röhögött, hogy ez egy összeesküvés elmélet, most meg már a híradóban erről van szó. Josh Hammer szerint ugyanazok az ideológusok, akik a recesszió és az infláció elfogadott definícióit akarják most megváltoztatni, továbbra is Tanástalanok a nő fogalmának meghatározásában, akinek nem ismerős is ez a probléma, azoknak lehet, hogy találok én itt egy rövid videót, amit megmutatok ez És hát persze, hogy találtam számos ilyen videót egyébként, nézzük, hogy mi az, amiről ebben szó van. A woman angolul abban benne van a man férfi szó. Ugye a woman az nő, a man pedig férfi. Bár feltételezem, hogy ez mindenki számára egyértelmű. Most arról beszél a hölgy, hogy ki kellene venni azt a szót, hogy woman általában a nyelvből, és helyettesíteni azzal, hogy person. Ugyanis a woman az sértő, hiszen tartalmazza a man, férfi kifejezést a nő, ezáltal emlékezteti az embereket arra az elnyomó patriarkális világra, amelyben élünk. De ezen nincs is vége. Basic like irony here. I mean, you're lecturing us about sexism while you're sitting right now in Manhattan. Manhattan. We need to rename the city then. Um, the, yeah. the, the, the Big Apple. The Big Apple would be less offensive és a Manhattanből beszél most a hölgy, a Manhattanben szintén benne van a man, a férfi, úgyhogy azt is át kell alakítani, ugye Big Apple a másik neve New Yorknak, szóval hívhatnák csak egyszerűen Big Apple-nek Manhattan helyett. So I feel that I'm sitting in the Big Apple, not Manhattan. Okay. What if you lived in Manchester, Vermont? Szóval so, mi a helyzet akkor, hogyha Manchesterben él valaki, Vermontban, ugye ez az Egyesült Államokban a Manchester, de ugyanez vonatkozna persze az angliaira is. That akkor meg kell, hogy változtassuk a városnak a nevét. Szóval so, változnak az idők, meg kell változtatni a városnak a nevét, és nem lehetünk sértők senkire nézve sem. And to be non and non and that... És meg kell oldanunk azt is, hogy ne legyünk szexisták, illetve elfogultak semmelyik irányba. So és akkor meg kell azt is oldani, hogy ezt a, a man szót úgy a blokk kivegyék a nyelvből. Ez magyarul nem így működik, úgyhogy ne ibáztassa magát senki, hogyha nem érti teljesen, de van egy olyan kifejezés, hogy man-made. Make, azt mindenki tudja, hogy made in China. Man-made az azt jelenti, hogy ember által alkotott lényegében, mesterséges talán magyarul, de ezt ki kell cserélni, mert benne van a man, és ez legyen inkább szintetikus. So, um, instead of mailman, it would be mail carrier. Sőt, a mailman vagy postás... Angolul ugye mailman, levél, férfi, azt is át kell, hogy alkítsuk levélszállítóra, mail carrierre, hiszen abban is benne van a férfi. És az, hogy humanity, ugye emberiség, azt is le kell cserélni, emberekre, people-ra. So, um... Ugye a másik pedig az, hogy a Mail Carrier az bár nem. Na mindegy, ezt megmutatom. Csak azért szeretném, hogy mindenki lássa, hogy mennyire abszurd ez az egész világ, amiben élünk. Ez a Mail ez ugye postást jelent levélhordót, ezt szeretnék átalakítani Mail carrier és akkor az levél hordó lenne ugyanúgy, mint a mailman, csak szó szerint a carrier. A probléma az a mail carrierrel, hogy még abban mindig benne van az, hogy mail, ami a hímneműt jelenti angolul. Még akkor is, hogyha más alakú a szó, de az angolban számos esetben előfordul az, hogy különböző alakú szavakat ugyanúgy kell ejtenünk, mint ebben az esetben is a mail, és a mail, ezt ugyanúgy együtt ki, és ezt mondta, hogy a mail carrierben még attól benne lesz az, hogy, hogy mail, csak a más formában, szóval ez az egész, amiről beszél, ez egy ilyen röhelyes dolog. Vagy akkor lehetne csomag szállító, mint package carrier de ez a valóság egyébként, ez a Fox news van, de mindjárt mutatok végtelen cikket, amit érdekel, egészen ilyetetlen dolgok történnek a világban. Yeah, man is the word that they're trying to avoid. They're saying that the word man is associated with adult men. És azt akarjuk elkerülni, hogy a man vagy férfi szót egyáltalán kiejtsük, azért mert az felnőtt hím nemű emberre uta. As opposed to just humanity or humans annak az a szemben, ami ugye emberiség lenne, humanity vagy human ember. So, um, they're trying to avoid the word man. És a lényeg az, hogy el kell kerülnünk azt a kifejezést, hogy férfi. Finish him. Finish him. Finish him. Most már lehet, hogy érthetőbb, hogy miről is van szó, mikor a nő fogalmáról beszél. De ez még csak nem is az a videó, amit meg akartam mutatni, mert még az ennél is bizarrabb lesz, hogy az elméjét mindenki készítse fel rá. Ez Matt Walsh ismert interjú sorozata, What is a woman? Mi a nő? Ahol azt a kérdést teszi fel különböző embereknek, hogy mi a nő? Mi az a nő? Mikor azt mondom, hogy nő, mi a definíciója annak szerinted? Most mindenki elgondolkozhat azon, hogy szerintem mit jelent a nő. Ez nehezen menne, az elég probléma persze, de egyébként ez egy nő, nőnemű, felnőtt személy a nő, ezt hívjuk nőnek nőnemű, felnőtt személy, ember. És mindenféle bizarr történetek kerekedtek ki ebből a kérdésből, ami demonstrálja azt, hogy a híradó nem jár olyan messze a valóságtól, amikor arról beszél, hogy itt már az Orwelli világ van kialakulóban, és a társadalom mérnökök azok átalakítják az emberiség gondolkodásmódját. Itt van erre egy nagyszerű példa. What is a woman? I, I came today very willing and, and enthusiastic about answering questions about women's and gender sexuality studies which is so what you wanted that to do. You, you wanted to answer questions about women's studies and so shouldn't the the first answer you should be able to provide is what exactly is a woman? And yes, as a professor málesleg ez a karakter aki women studies az új tudományok vagy tudományok illetve gender tudományoknak a professzora szóval ezek milyen humbug dolgok és ha valakinek lehetősége van, mindenképp nézze meg, amennyi részletet csak tud ebből találni, mert egyszerűen elképesztő, hogy milyen szinten van az emberiség, és ezt nap mint nap tapasztalhatja az, aki interakcióba keveredik az emberekkel a világban, hogy egyszerűen az agyuk nem képes most már racionálisan, logikusan, meg úgy, úgy normálisan gondolkodni, ahogy még esetleg egy évszázaddal ezelőtt az emberek képesek lettek volna. És az az oka ennek, hogy ez egy professzor, egy egyetemi professzor nem tudja megválaszolni azt, hogy mi a nő. A kérdés, egy, aki ezzel foglalkozik, ugye az az ő szakmája, hogy gender tudós vagy professzor, meg nő tudományok professzora. Egyáltalán nem is értem, hogy ilyen humbug dolgok, ha mi köze van a professzorságnak, meg a tudománynak. Én hiszek önmagamban, hiszek a keratításomban de íme az ő válasza azt mondja, hogy ő szeretett volna mindenféle kérdéseket megválaszolni, ugye ebből a, a, nő tudományokból, meg a gender tudományokból, és teljes joga Matt Walsh azt mondja, hogy hogy lehet akkor az, hogy nem tudja megmondani, hogy mi a nő. Nem az lenne az első egy ilyen tudományterületen, hogy meghatározzuk, hogy mi a nő, de a válasz az egyszerűen csak megdöbbentő, de tényleg az, amit felel erre. Well, it's it, for me, it's it's actually a really simple answer, and that's a person who identifies as a woman. It's a person who identifies as a Szóval well, a nő az, aki úgy azonosítja magát, mint nő. Aki nőként azonosítja magát, az a nő. Hihetetlen, és ez egy tudós. But what are they identifying as? Szóval miként azonosítja magát? Mi az, amiként azonosítja magát? Ez a woman? Egy nőként. But what is that? Mi az? Mi az a nő? As a woman? Egy nőként. Do you know what a circular definition is? Tudja, hogy mi az a körkörös definíció? lexik.hu megmagyarázza, hogy mi is ez a körkörös érvelés, úgy vagy definíció. Körkörös érvelés egy érvelési hiba, melynek során a bizonyítani kívánt állítás igazságát az érvelő már eleve feltételezte az érvelés során, és a mi esetünkben ez egy egyetemi professzor, akiről szó van. Egy egyetemi professzor, úgy magyarázza meg, hogy mi a nő, hogy a nő az, aki nőként azonosítja magát. Világos, hogy hol tart az egész föld, meg az egész emberiség. Szóval, mikor azt mondom, hogy a fehér ruhás emberek azok, akik a világot irányítják, meg ez az egész egy humbug, ez a tudomány, én erre gondolok, ezekre a dolgokra. Az összes tudományában megvannak ezek az ostobaságok, mint ami ebben is. És ha valakinek van még értelme, akkor figyeljen oda, hogy hogyan alakul a beszélgetés, hogy mi az, amit mond a professzor ezek után. Tudja, hogy mi az a körkörös érvelés. Amit most csinál. Because you're seeking Ugye az ő munkaterületén ezt eszencialista definíciónak vagy meghatározásnak hívják. Ezért jött létre a tudomány, értse hát meg mindenki ezt a dolgot. A tudomány az a gondolatrendőrségnek az egyik eszköze most és lesz a jövőben, ugyanis most is ott tartunk már, hogyha nem egy szakértő mondja azt, amiről akkor egyáltalán nem is beszélhetünk. Ha én nem vagyok szakértője valami területnek, akkor szinte már nem is lehet véleményem. Nem nyilatkozhat az ember arról, hogy azt szerintem az evolúció esély, miért te biológus vagy? Nem, nem lehetek minden, de ha nem vagyok minden, akkor csak ahhoz szólhatok hozzá, aminek a szakterületéből nekem végzettségem vagy diplomám van. Legtöbb ember nem ért semmihez, még ahhoz sem, amit tanult az iskolában vagy amiből diplomája van. De a legtöbb diploma amúgy se ér semmit, hiszen olyan területekről származik, az, ami nem is valódi tudomány. És hiszek abban, hogy én baromi jó vagyok. A végeredménye pedig pontosan az, amiről győzike beszél. És hiszek abban, hogy én baromi jó vagyok. Van egy diplomája, nem ér semmihez, nem tud semmit. Nem is szólhat hozzá semmihez, mivel a szakterületén kívül álló dolgokban az embernek nem lehet véleménye. Mi van azzal, akinek egyáltalán nincs diplomája? Nem szólhat hozzá semmihez? Világos, hogy hova jutottunk? Most már csak a szakértők meg a tudósoknak lehet véleménye. Hogyha bárki csak egyszerűen felemeli a hangját, hogy szerintem így vagy úgy kell nevelni a gyereket. Miért neked van gyereket? Te házasságban élsz? Te pedagógus vagy? Te szakember vagy? Te szociál pedagógus vagy? Nem is, nem is szólhat hozzá már senki ehhez? De a, a másik oldalon, akik kikerülnek ebből a rendszerből, azok olyanok lesznek, mint ez hogy számára az egy eszencialista meghatározás. Of gender, I think it sounds like you would like me to give you a set of biological or cultural characteristics that hogy azt szeretnéd, hogy adjak egy sor biológiai vagy kulturális jellemzőt annak érdekében, hogy definiáljam, hogy mi az a nő. Igen, pontosan azt szeretném, hisz így kell definiálni valamit. Nem mondhatom azt, hogy a macska az, ami macskaként azonosítja magát. Jó, mi a macska? Minden, ami macskaként azonosítja magát. Ez nem így van. Tudom, hogy mi a macska. A, 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 el tudom magyarázni, hogy mi a macska, de akkor az van, hogy miért te biológus vagy? Nem vagyok biológus, de már láttam macskát, szóval el tudom magyarázni, hogy mi a macska. De ezt értem azt, hogy a gender az egy kicsit másabb fogalom, mert ugye a a gendernek vannak kulturális, vagy a nemnek vannak kulturális alapjai, és én hajlandó vagyok ezt is elfogadni. De a gondolatrendőrség az már kialakulóban van ettől függetlenül, és úgy működik, ahogyan azt most vázalom fel szépen mindenkinek. Associated with one the a definition. Szóval nekem, én nem keresek semmilyen definíciót, csak egy definíciót szeretnék, de egyet sem mondott ez az ember. Világos? Uh, <coughs> de még egyetlen definíciót sem mondott. Csak azt mondta, hogy a nő az az, aki azt mondja magáról, hogy ő nő. Yeah, you... A woman has its own duty, and a man has it duty, and a lady cannot do the duty of a man, and a man cannot do a duty of a woman. És ez már egy afrikai törzs, hogyha jól értelmeztem, ahol elmagyarázza ez az ember, hogy a nő az nem lehet férfi, és a férfi nem lehet nő, és a nő nem végezheti a férfi kötelességét, és a férfi pedig nem végezheti a nőnek a kötelességét. És ez csak nem lehet nem észrevenni az iróniát ebben a szituációban, ami itt a szemünk előtt zajlik, hogy van egy professzor a nyugati világban, aki odáig tanult, hogy már azt sem tudja, hogy mi a férfi meg a nő között a különbség, míg az általunk harmadik világként, meg fejletlen világként nevezett területeknek a lakói, mi egyértelműen tudják, hogy mi a férfi, és mi a nő, és hogy a kettő között van egy olyan különbség, amit nem lehet megváltoztatni, csak akkor, hogyha hatalmas károkat okozunk a világban, és a világnak. Can a lányomról! Ne no, no. <laughs> Ki érted? Kiröhögték, mikor a kérdést, hogy a férfi lehet egy nő? Nem. No? No. <laughs> What about a transgender? Transgender? No. No? It looks like to, if you want to become a lady, but you're man, you have something wrong in something your wrong. mind. Something wrong in your family, something wrong in you. <laughs> About if someone was non binary Come again Nem nem is értette azt, mi mi van akkor hogy te nem bináris vagy? Tehát te nem azonosítod magad sem férfiként, sem nőként. Non binary? Mhm. Uh -huh. you know, like non. Vagy még egyszer, mi az? Like someone is is You're not a woman. you're not a man. Yeah, so I'm neither a man, neither a férfi. It's someone like someone is is neither. There's something else, is that? Azt mondja, hogy saying we have never seen things like those. Mondja, még soha nem láttunk olyan dolgokat. For a man he has a penis, for a woman he has a vagina. So szóval a férfinak van hímtagja, a nőnek pedig női testrészei vannak. Ez a nő úgy, hogy az előbb olvastam a szótárban, ez van írva, ezek az emberek még mindig tudják. Ez olyan természetes az a dolog. Ez annyira az emberiségnek része az egész jellemének, az ember legbensőbb dolgainak, meg részeinek, hogy ezt nem lehet megváltoztatni. Ami a következménye, ha megváltoztatjuk, az, amit látunk most a világban, hogy teljesen a feje állt az egész, és kifordult magából, még a természet is tönkre megy. So we know this is a lady, this is a man. What if it's a woman with a, what if it's a woman with a penis? What? People are laughing. Is that is that a dumb question? <laughs> Let's say if you. Érdető, most már, hogy mekkora baj a nyugati világban. A következő megint egy doktorral folyik a beszélgetés, és ezt csak egészen véletlenül most fedeztem fel, de figyelj meg mindenki, hogy hanyas szobában dolgozik Marcy L. Bowers. És hanyas a szoba George Oliver 1984 című filmében, ahol az ember találkozik a legbensőbb félelmével, a szoba, amit mindenki minden áron el akar kerülni. Dr. Marcy Bowers. First of all, thanks for talking to us. My pleasure. So you're a world-renowned gynecologist and surgeon. a also... So transgender woman. Can you tell me a little bit about? Well, I mean, I, I identify as a woman, but you're a woman, right? I'm a woman with, I mean, that's my life. Day to day, but I have a transgender history. ő nő most már, de van transznemű története az életének van része, de most már ő teljes mértékben nő. Azt akarta ezzel kifejezésre juttatni, hogy ne nevezze őt transgendernek, hanem nőnek, mert ő már teljesen nő, már ő nem egy transzgender nő, hanem ő teljes mértékben nő. But what is a woman? Mi a, nő? a woman is a... you know it's a combination of your physical attributes and then what you're showing to the world and the gender clues that you give. And hopefully those match your gender identity. The critics on the other side of this of, uh, of, this, of this issue there aren't many but go ahead there aren't many who would disagree with what you're saying about well you know the dinosaurs of the world are certainly out there hmm. yeah i don't know if you've ever heard of people in the transabled community these are people who are physically able-bodied but feel like they should be disabled or <laughs> választ, egy valamilyen fajta választ, hogy egy nő, aki rendelkezik azokkal a jegyekkel, és úgy is jelenik meg a világban, és úgy is azonosítja magát. Most azonban a beszélgetés már átterülődik. Van egy olyan csoportja is az embereknek, hogy transabled. Az able az képes valamire, rendelkezik azzal a képességgel. És ezt arra használják, akit mi úgy hívunk, hogy rokkant, fogyatékkal élő, fogyatékos, hogyha valaki tolószékhez kötött, akkor ő ebbe a csoportba tartozik, disabled. Disabled azt jelenti, hogy valamilyen formában nem képes. A transabled az azt jelenti azt az embert, akinek nincsen fogyatéka, vagy nem az a fogyatéka, amiről azt gondolja, hogy neki lenni Kellene, lennie kellene egy bizonyos fogyatékának, de nincs. De ő úgy él, mintha lenne. Például a transz ébőd lehet valaki, aki lát, de vak közben. Szóval úgy él, mintha vak lenne. Az ellenség átalakítja a világot a saját képére. Kialakítja ezt a gonosz fonák, sötét, primitív világot, ahol semmiféle helye nincs a szeretetnek vagy az együttérzésnek, semminek, ami természetes, ami jó, amiről mindenki elfogadja azt, hogy az helyes. A következő rövid részletet csak azoknak ajánlom, akik jó bírják ezeket a megrázó dolgokat, ugyanis ez elég felkavaró, de ezt meg szeretném mutatni. És egyáltalán nem azért, hogy elmondhassam azt, hogy na tessék, itt van, ilyen a világ. Én tisztában vagyok azzal, hogy ez a világ, ez beteg, és minden, ami körülöttünk van, ezt alátámasztja, semmiféle magyarázat arra nincs. Más, ami történik most a Földön, csak az, hogy a bűnnek ez a következménye. Az elfordulás a Teremtőtől, az Ő szavától, a Bibliától ezt eredményezte. Úgyhogy itt az ideje, hogy mindenki csak elfogadja azt, hogy kudarcot vallod a humanista emberközpontú gondolkodás, és eljött az időknek a vége. Ezzel az Able dologgal kapcsolatban itt van egy igen megrázó videó, ezt Truly csatornán találhatja meg mindenki egy hölgyről. I went blind on purpose, but I don't feel it was a choice. Létezik egy kondíció, amit úgy hívnak itt ugye, hogy b -I -I -D, ami azt jelenti, hogy az ember úgy érzi, hogy ő neki vaknak kellene lennie, és megtesz mindent, de annak úgy, hogy nem vak közben. Means that you have a need to be disabled Igazából nem feltétlen vaknak, hanem fogyatékossággal élőnek. Úgy képzeli az ember, hogy neki van valamilyen fogyatékossága. In my Was a need to go És az én esetemben ez az volt, hogy vakuljak meg. Nine years ago, took the drastic decision to blind herself. És kilenc évvel ezelőtt meghozta azt a döntést, hogy megvakítja saját magát. And she the she would use. Utána járt azoknak a módszereknek, amiket használni szeretne, vagy használni akart, i found that lye is very painful although it does get the job done i so found well, that drain cleaner először, és végül eljutott addig, hogy lefolyó fog használni. is little less painful although it does a lot of damage to the eye because drain cleaner was easily available to me i went with that she found a psychologist willing to help her She found a psychologist willing to help her. Talált egy pszichiátert, egy pszichológust, aki hajlandó volt segíteni neki. Talált egy pszichológust, aki hajlandó volt segíteni neki abban, hogy megvakuljon. Ez a tudomány. Úgyhogy tessék mindenkinek, aki tudományhívő, itt van egy újabb demonstrációja annak, hogy amit mi tudománynak hívunk, az semmilyen körülmények között nem megbízható. És mondhatjuk azt, hogy ah, ez egy extrém eset. Nem, ez nem egy extrém eset. Minden nap emberek százai csonkítják meg, teszik tönkre ezek ideológiáknak a hatására. Talált egy pszichológust, aki hajlandó volt segíteni neki abban, hogy megvakuljon, és két hétig dolgoztak együtt. And after two weeks of working together to make sure she was ready. 7 willing hétig dolgozott együtt vele egy szakember kettő hétig mielőtt eldöntötte hogy igen ez, ez reális és megvakítja ezt az embert még egyszer csak gondoljon bele mindenki abba hogy hét hétig dolgozik együtt ezzel az úgymond szakemberrel és az eldönti, hogy rendben készen állsz arra, hogy lefolyó tisztító döntsünk a szemedbe, és soha többet nem fogsz látni semmit. Honnantól kezdve soha többet nincs visszaút, nincs az két év múlva, meg két hét múlva, hogy a ah, hoppá, ez egy rossz döntés volt, a ah, vége visz soha többet nem fog látni. És ő abban van most. Ő most ebben az állapotban él. Ez csak annyira tragikus, és annyira borzasztó, hogy ilyen dolgok történnek hogy egyszerűen nem is tudom kifejezni, hogy mennyire. Én elég jól bírom ezeket a dolgokat, de ami megrázó, az megrázó. Nem csak, hogy jóvá hagyta ezt, hanem segített neki végrehajtani. I laid down on the sofa, and he sat next to me. Dro two drops into each eye. My eyes were screaming. I had some drain cleaner going down my cheek, burning my skin. In the moment, All I could think of was, I'm going blind, it's going to be okay. Ez lehet, hogy beillene egy horror ez a jelenet, és még nincs is vége, folytatódik tovább. After waiting half an hour to make sure the damage was done. Várt fél órát, hogy biztos legyen, hogy már a, a megtörtént a kár. Psychologist took Jewel to hospital, where doctors fought to save her sight. Hospital, when I woke up the following day, I was joyful. Until I turned on my back, opened my eyes, and could see the TV screen. és utána másnap fölébredt, és még mindig látott, és dühös volt, hogy hogy lehetséges az, hogy nem működött az, amit csinálta. I was so enraged, and I thought that it hadn't worked. Then over about six months, the sight in both eyes slowly went away. I was so happy. I felt that this was who I was supposed to be. Identify as such. Uh for example a man who has two arms but feels like he should have one. If a if a man in this kind of marginalized community was went to the doctor and said, I want to have my arm cut off, do you think that it... that doesn't have anything to do with gender identity? Well it's uh, someone's someone's self -identity, how someone well, hogyha valaki úgy érzi, hogy ezt, amiről szó ez a transabled, hogy van két karja, de csak egynek kéne lenni, arra azt mondja ez a doktor, hogy az egy mentális diagnózis. psychiatric condition. Az egy pszichiátriai állapot, vagy betegség. I don't even pretend to know what abdomenophilia is all about. But somehow it's the idea that you, you you know you're fascinated or charmed by having a limb or part of a limb missing. Mm. Okay. I would say that's uh pardon my non-medical language kooky. You don't see any? You think this is totally irrelevant? Yep. <hums> <hums> Arra akar rávilágítani, hogy ebben a transznemű mozgalomban ugye eltávolítják az embernek a nemi szerveit, és azt átalakítják a másik nemnek megfelelő szervekre. Ami lényegében ugyanaz, mint ahogy levágja valaki a kezét, ott le leveszik a két mellét a nőnek. Amikor levágja a karját, vagy megvakítja magát, arra azt mondja, hogy ez egy pszichiátriai betegség, de a nem átalakító műtét között, a kettő között ő nem lát kapcsolatot. Nehéz ezt lefolytatni úgy, hogy az ember ne nevesse el magát már, mint ezt a transznemű dolgot. Én nem akarom megbántani őket, de mutatok még egy jelenetet, ahol ez a hölgy, vagy nem is tudom, mert ő ugye nem nőként azonosítja magát, de hát nehéz másként utalni rá. Tehát ahol ez a karakter, a viselkedése az olyan, mint egy komplett idióta

szarványa. So, yeah. Szóval, hogyha szeretem ezeket az illatos gyertyákat, meg nézem a Sex és a város, nem is tudom mi ez magyarul, Sex and the City, akkor honnan tudom, hogy én nem vagyok nő, és ő bólogat, és azt mondja, hogy igen, igen, honnan tudnád, hogy ezek a kérdések, amit fel kell tenni magadnak. Egyszerűen hihetetlen. Matt, that question right there, like that question is like when it's asked with a lot of curiosity, right? That's the beginning of a lot of people's like gender identity development journeys. Mikor az ember kellő kíváncsisággal felteszi magának ezt a kérdést, az a nemi identitás, utazás vagy kialakulás útjának a kezdete és egy gyerek számos alkalommal úgy gondolom, hogy felteheti magának ezt a kérdést. A nyugati világban pedig, amikor felteszi magának ezt a kérdést, onnan komolyan el kell gondolkozni a szülőnek, meg mindenkinek, hogy ez a gyerek nem -e véletlenül egy másik nem testébe született. Legalábbis ez az elgondolás. És ilyenek, mint ez, meg azok az összes többi, akit eddig látunk, ezek a szakértői ennek a területeknek, és az ő kezükbe kerülnek aztán ezek a gyerekek. Szóval, hogyha teljesen fel, amit kérdez, és hogy hogy is nem látják ők, az azért van, mert megfertőzte az elméjüket egy ideológia, amit Jordan Peterson érdekes módon úgy hívott, hogy ideológiai, Megszállottság. Megpróbálom majd azt a videót is előkeríteni. Szóval ezek az embereket megszállta egy ideológia, ami csak egy lépésre von onnan, hogy kimondja valaki azt, hogy igen, létezik a spirituális oldal, és ez egy megszállottság. Azért néznek ki úgy, azért kommunikálnak úgy, azért nem értik a valóságot, mert megszállta őket egy spirituális erő. And my wife is a woman tovább az anyám, aki engem szült, és a feleségem az is egy nő. Maybe I should. Um, but if they're all women, and also the boy who sits down with you and says I think I'm a girl. És hogy még a fiú is egy, is nő, aki leül beszélgetni velem, meg mindezek, akkor mi a nő? Actually is one. Then, then what is a woman? És ráadásul ténylegesen az. Hmm. Nem vagyok nő, ezért nem tudom megválaszolni. Amiről beszéltem az előbb, hogyha valaki nem az, meg nem tanult róla, meg nem szakértő, akkor nem is nyilatkozhat abban. Én nem mondhatom meg, hogy milyen nő. Mindenki tudja, hogy mi a nő. Felnőtt nőnemű ember. Sure. Uh, at what age can a child first begin to transition into another gender or identify themselves as a gender different from how they were born yeah well i mean there's there's research and data that show that um, babies and infants um, understand differences in gender well i mean there's there's research and data that show that um, babies and infants um, understand differences in gender hogy egy bébi meg tudja, már el tudja dönteni, hogy ő a rossz testbe született. Tehát el elképzeli bárki most, hogy milyen jövő vár ránk, amikor ez az ideológia teljes mértékben átveszi a hatalmat a világon. Ez az, ami következik, ez az, ami közeleg. De térjünk vissza a híradó.hu cikkéhez. Aki a nyelvet irányítja, az a világot irányítja, a tömegeket irányítja. Saul Alinsky 1971-ben megjelent Szabályok radikálisoknak című könyvének egyik emlékezetes megállapítása ez. Íme Josh Hammernek egy kommentárja George Orwell híres disztópikus regényét az 1984-et idézve Szalinski az új beszélhez, az író fiktív egypárti szuperállamának nyelvéhez hasonlítja azt a modern kommunikációs eszközrendszert, amelyet az emberek megfigyelésére, gondolatbűncselekmények üldözésére és az emberek hitvilágának szabályozására találtak ki a hatalom társadalom mérnökei. Az emberek megfigyelésére, a gondolatbűncselekmények üldözésére és a hitvilág szabályozására találták ki azért, mert az ember nem mondhatja el azt, amit gondol, különben az sértő lesz másra nézve, akkor rasszista lesz, szexista lesz, ableista lesz, nőgyűlölő lesz, fajgyűlölő, nem lesz inkluzív, vagy elfogadó, meg befogadó, és egy arkaikus, konzervatív, letűnt kornak az ideológiáját próbálja még mindig fenntartani, ami egy férfi központú, patriarchális társadalom. Hát mi az az ideológia, ami ezt képviseli, a Biblia az, ami jó volt, az most rossz lett, és gonosz lett, és ami világos volt, a sötétség lett, ami helyes, az pedig helytelen. Mert megfordult a világ, az emberek mind-mind követik az ellenséget, ezek különböző platformok, meg eszközök segítségével, ő pedig vezeti őket lefele ezen a lejtőt. Már a közgazdaságban is beszivárgott ez a dolog, ugyanis 2008-ban úgy határozták meg a recessziódnak a definícióját, hogy két egymást követő negyedév negatív növekedése, 2019-ben viszont már két egymást követő negyedévben csökkenő növekedést jelent. De ez hasonlóan az inflációnak a definíciója is megváltozott, amely árszínvonal emelkedést jelent mindenféle általános meghatározás szerint. Ennek megfékezése a pénzkínálat korlátozásával vagy az árutermelés növelésével oldható meg. Kevesebb pénzt kell nyomtatni, és akkor kevesebb lesz forgalomban, az értéke pedig növekszik, ha nő az áruforgalom. Ennek ellenére úgy nevezték el Joe Bidennek az egyik törvényjavaslatát, hogy Inflation Reduction Act, infláció csökkentési törvény, úgyhogy 2000 milliárd dollárnyi szociális kiadásról van szó, ami nem lehet infláció csökkentő, hisz azt az extra összeget valahonnan a gazdaságba kell juttatni, úgyhogy nem nincs extra termelés, tehát növelni fogja az inflációt. Úgyhogy ez mindenhol jelen van a beszédnek a megváltozása és a szavak jelentésének az átalakítása. Egy ilyen költségvetési bohózat engedélyezése pontosan az ellenkezője a pénzkínálat korlátozásának. Arról beszélnek, hogy felülvizsgálták, és 400 milliárd dollárnyi új kormányzati kiadás tartalmaz energiával és éghajlattal kapcsolatos kiadásokra. Ugyanazok az ideológusok, akik a recesszió és az infláció elfogadott definícióit akarják megváltoztatni továbbra is tanástalanok a nő fogalmának meghatározásában, mondja a híradó. Márciusban például Ketanji Brown Jackson bíró nő a Szenátus Igazságügyi Bizottságának megerősítő meghallgatásán arra, hogy definiálja, mi a nő, azzal érvelt, hogy nem tudja, mert ő nem biológus. Aztán szó van az említett, mi a nő Matt Walsh videóról, amit nézegettünk itt az előbb. A baloldal képtelen meghatározni a nő fogalmát, ez a zűrzavar pedig mindenütt jelen van. Lia Thomas, a női egyetemi úszósportot nevetség tárgyává hajasító biológiai férfi sportolót, idén az NCAA évnője nője díjra jelölték egy férfit. Az NCAA az a Nemzeti Főiskolai Atlétikai Szövetség. A Daily Mail beszámol arról, hogy a Stanford Egyetemen bizonyos szavakat be akarnak tiltani, amiből létezik egy lista azért, hogy miért, mi a javaslatuk rá, illetve mik a szóban forgó szavak, amiket szeretnének betiltani. Ugyanis ezek sértők lehetnek az emberekre nézvést, legalábbis az ott tanuló diákokra nézvést. Mielőtt ezeket megnézzük, amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Ilyen például az amerikai, amit Egyesült Államok polgárának szeretnének átváltoztatni, ugyanis ez diszkriminálja mindazokat, akik Dél- és Közép-Amerikából származnak, mármint az a kifejezés, hogy amerikai. A kifejezés alatta ez a walk-in, ez azt jelenti, hogy besétálni. Amikor valaki elmegy az STK-ba, akkor csak simán besétál, meg a másik verzió ugye az, a viszik az autóval. Ez a walk-in, tehát ezt jelenti, azonban ez drop innek szeretnék átváltoztatni, ami hát lényegében ugyanazt jelenti, csak beesni, vagy valami ilyesmi. De azért nem lehet walk in, mert ugye az bejárni, vagy besétálni, ugyanis az egyértelműsíti, hogy mindenki képes járni, míg vannak emberek, akik ugye fogyatékkal élők, és nem tudnak járni. A mester szót is szeretnék megszüntetni, és ezt elsődlegesre vagy főre lecserélni, ugyanis a mester az a rabszolgasággal és a rabszolgatartással hozható összefüggésben, és mindezek a szavak lehet, hogy bárkit sértenek, vagy, egyszer, vagy az is lehet, hogy káros reakciókat indítanak el az emberekben, ilyen például a két madarat egy kővel, vagy mint magyarul két legyet egy csapásra, és ezt át kéne alakítani arra, hogy két dolgot egyszerre, ugyanis a két legyet egy az, az, állatokkal szembeni kegyetlenséget promótálja. A bátor szót, mint brave, azt is el kellene törölni, erre nincs is alternatíva, ugyanis ez promótálja azt a vad mentalitást, amit a bátorság megkövetel. Átalakul a nyelv, akkor átalakul a gondolkodás is, és hogyha nem lehetünk biztosak abban, hogy mi is jelent az, amit mondunk, akkor a kommunikáció lehetetlenné fog válni az emberek között, mivel lesznek csoportok, akik mást értenek bizonyos szavakon. Meg kell értenie mindenkinek azt, hogy nem lehet csak egyszerűen megváltoztatni a szavaknak a jelentését, ugyanis ahhoz nem csak a kulturális tradíció csatlakozik, hanem van egy valóság is, ami csatlakozik azokhoz. És ha megváltoztatjuk, a szavaknak a jelentését, akkor megszakad az a kontinuitás, vagy az a, a folyamatosság, illetve összefüggés a szó és a valóság között, ami az elmében egy zavarhoz fog vezetni, mint ahogy ezt látjuk az emberek túlnyomó többségének esetében. Van az a kifejezés, hogy abort, abortus innen származik magyarul, de angolul az abort az azt jelenti, hogy véget vetni valaminek, ezért az abort kifejezést is el kell törölni, és ki kell cserélni arra, hogy végbe befejezni, vagy eltörölni, ugyanis ez az abortuszhoz köthető, hogy abort, és ez valakit esetleg sért, vagy pedig érzékenyen érint. A gyermekprostituált kifejezést át kell változtatni gyerek, aki becsempésztek. Általában a gyermekprostitúció az az ember csempészettel hozható összefüggésbe és ilyen módon kivennék a prostituált szót ebből. A függő vagy addict szót szintén feltették el erre a listára, és ez egy személy, tehát egy személy, aki valamilyen anyag helytelen használatának betegségében szenved. A valakire azt mondjuk, hogy öngyilkosságot követett el, mostantól azt is úgy kellene megfogalmazni, hogy öngyilkosság által halt meg lehet, hogy elég is lesz ennyi ezúttal, ugyanis szerintem az üzenet az megérkezett. A világ átalakul, és ha tetszik, ha nem, ez a folyamat, ez megállíthatatlan. A fogaskerekek forognak, az emberiségnek nincsen sem ereje, sem pedig lehetősége arra, hogy változtasson a dolgoknak a menetén. Mindenki hozhat ettől függetlenül jó döntést. Sőt, én azt gondolom, hogy mindenki kénytelen lesz valamilyen döntés hozni. Abban bízom, hogy ezek az információk segíteni fognak a helyes döntés meghozatalában, de arra figyelmeztetnék mindenkit, hogy ne várjon a végtelenségig tudni az igazságot arról, hogy a világ, az sötét hogy a világos gonosz, hogy minden, ami ott van, az megtévesztés, illúzió és hazugság, az nem elégséges. Át kell állni a másik oldalra, ahol a teremtő vár mindenkit. Különben teljesen fölösleges tudni azt, hogy mindenhol átvernek minket, hogy ez is hazugság, az is egy hoax, mit tudom én mi. Semmi, semmi értéke nincs annak, semmi értelme nincs tudni, hogy ha az ember megmarad azon a szinten, mint ahogy a többség megmarad, és ha túl sokáig időzik azzal a tudással, nem cselekedvén, akkor el fog veszni az értelme. És itt tart most az emberiségnek a túlnyomó többsége. A sötétségben tapogatózik. Fogalma sincs arról, hogy merre kellene menni, meg mit kellene csinálni. Elszigetelődött mindenki, már most az egyén szintén járunk lassan. Senkit nem érdekel, semmi, nincs is ideje semmire, nem foglalkozik semmivel, még azokkal se, akik legközelebb állnak hozzá. Itt az idő arra, hogy meghozza a döntés mindenki, aki tisztában van az igazsággal. Köszönöm a figyelmet, ez volt a dolgok állása. 2023. március 24-én az infobubble.hu weboldalon. Hamarosan találkozunk mindenkinek a legjobbakat és halleluja!